És akkor, ahogy német Gábor mondtát, lépjünk a gázra. Nagy szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat. Mondom, a többes számot mindenképpen most érvényesen. Először is ugye Debreceni Dávid van itt velünk a stúdióban, és hát köszöntelek, szervusz Dávid. Szervusz Boka, és én is üdvözlök mindenkit. Illetve a vonal túl végén, ha minden jól megy, nagyon remélem megvan a kapcsolat még, akkor Tim Gábort köszöntöm nagyon-nagyon nagy szeretettel. Szervusz Gábor, hallasz bennünket? Így van, hallok mindenkit, köszöntöm én is a kedves hallgatókat, és sziasztok! Hát nagyon örülünk neked, Dávid is nyilván szeretne téged üdvözölni. Szervusz Gábor, akkor így utólag, igen. Sziasztok még egyszer! Na Gábor, hát akkor azt kérdezte tőlem, hogy milyen kérdésekre számíthatsz, én ígértem neked, hogy semmiféle kellemetlen kérdéssel nem készültünk, és a tőlem telhető maximalitással, de nyilván ebben azért inkább Dávid, aki élen jár, szakmai alapokra próbáljuk helyezni ezt a beszélgetést, és ahogy nézem, na ugye, ahogy nézem egyébként, azt látom és azt olvasom egy ilyen kis bemutatkozó anyagban, hogy 2003-ban hát a gokárttal indult a te mondjuk pályafutásod, vagy legalábbis nekem ez van ide lejegyezve. Úgyhogy ez így van. Akkor jöjjön is az első kérdés, ami alapvetően szerintem egészen sokakat érdekel, hogy mennyiben volt más mondjuk beleszokni a gokártos évek után a zárt karosszériás túraautózás világában, mert ugyanis ha valaki nem tudná, téged a túraautózók közül ismerünk, tehát mennyiben volt más a gokártból átülni a túraautó? Ez azért nehéz kérdés, mert ugye a pályák is teljesen mások, illetve nagyobb az autó. Az autóban valamelyik oldalon ülünk, illetve itthon nyilvánvalóan inkább bal oldalon, de a gokártban például középen, tehát ez így egy kicsit úgy más szemszögből világította meg a dolgokat, és más szemszögből láttam én is. Én azt gondolom, hogy mivel akkor már nekem volt jogosítványom, nem volt ez nekem akkora probléma, mint azt hittem volna. Nyilván jogosítvány nélkül, és aki még hivatalosan nem tud vezetni autót, és úgy akar versenyezni, nyilván annak én úgy gondolom, hogy egy picit nehezebb, de alapjában véve én nem gondolom annak, hogy ez nehéz volt ez az átállás. Azt kaptam információnak nyilvánvalóan, hogy te neked már tudnod kell, sőt tudod is, hogy milyen érzés nyerni a Hungaroringen, sőt duplázni. Ehhez minden tekintetben gratulálok én a magam módján is. Nagyon szépen köszönöm. Mennyiben adott pluszt a hazai pálya, meg a hazai légkör, meg egyáltalán? De ebben a nemzetközi sorozatban ugye a hazai pálya előnye az nyilván egy kis plusz motivációt és egy plusz úgymond lélektani előnyt ad nekem, hogy hazai pályán, amit már ismerek, amit már megtettem jó pár versenykilométer, ez nyilvánvalóan pozitív mértékben és pozitív jelleggel befolyásolt a helyismeretet. Nagyon nagy érzés. Tehát sikerült már nyernem régebbi szériákból, a WTCC betétfutamon, a Suzuki kupában, illetve idén is az Octavia kupában. Ez nagyon nagy érzés. Tehát szavakkal alig lehet ezt leírni, és őt talán nem is lehet, hogy mekkora élmény a hazai közönség előtt futamot nyerni, főleg duplázni. Ugye az előző hétvégén a Red Bull Ringen voltatok kint, ugye ezt meg is beszéltük korábban, és írtátok, hogy a pól után a szombati futam az egyszerűbb volt, de vasárnap a rajt sem sikerült annyira, és az autó is megsérült a rajt után egy balesetben. Mennyire volt így bonyolultabb egy vasárnapi dobogót összehozni, mint szombaton a győzelemért harcolni? Igen, szombaton én azt gondolom, hogy ott minden összeállt. Volt egy kis szerencsénk is, és minden a kezünkre játszott. Sikerült ellépnem a mezőnytől már az első körben, és ezért alakult ki ez a nagy különbség. Így vasárnap egy kicsit nyugodtabban vártam a rajtot, illetve a futam kezdését. Talán ez is volt egy kicsit a baj, hogy nem voltam annyira felpörögve. Nem tudtam. Igazából csak magamat tudom hibáztatni amiatt, hogy a rajt az nem sikerült úgy, ahogy szerettem volna. Nem azt mondom, hogy nagyon rossz rajtom volt, de nem úgy sikerült, mint az ellenfeleknek, illetve a rajtnál pont rosszul tudtam emiatt helyezkedni, és csak középen tudtam menni, mert körbevettek mindkét oldalról, és az első kanyar az egy jobb kanyar, ahol pont az ideális íven velem szembe állt egy autó, amit szinte csak az utolsó másodpercekben vettem észre, úgyhogy amiatt is vesztettem pozíciókat, hogy azt meg tudjam oldani, hogy ne törjön TK-ra az autó, tehát ne sérüljön komoly mértékben.
aztán pedig próbáltam a saját tempómat autózni, előzgettem az ellenfeleket, és amikor a harmadik helyért csatáztam, akkor az ellenfelem hátulról meglökött. Nem gondolnám, hogy szándékos volt, illetve nem is hátrafelé figyeltem, tehát annyira nem tudom a körülményeket. Emiatt a lökés miatt az autóm hátulja megsérült, és a bal oldalon a lökhárító az kinyílt, mint egy ernyő, mint egy fékező ernyő. Ezt telemetriából ezt észre is vettük, hogy ez az egyenesekben bizony komoly végsebességi gondokat okozott, úgymond. Én betudom annak, hogy emiatt nem sikerült ez a futam győzelem, illetve pedig amiatt, hogy én nehezebben tudtam átvergődni az előttem lévőkön, az ellenfeleimnek pedig akkor már volt egy kis előnye. A futam felénél egyébként közeledtem a második helyre, vagy a második helyezett versenyzőre, de érdemben megközelíteni nem tudtam. Úgyhogy abszolút elégedettek voltunk utána a harmadik helyel, hiszen ez elég volt ahhoz, hogy megnyerjük a hétvégét. Gábor, kettő kérdésem lenne még hozzád. Az időnk ugyan szorít, de mindenképpen szeretném, ha erre a két kérdésre legalább egy rövid választ adnál. Azt mondja, hogy két verseny után ugye fölmerül a kérdés, hogy látod, hol tart a csapat technikailag, illetve hát mennyi potenciál van még az autóban, például a szezon további versenyeire nézve, tehát hova lehet még fejlődni szerinted? Mindenféleképpen van fejlődési lehetőség. Nekem is két verseny után vagyunk, és az autóval még jobban össze tudok barátkozni. Én azt gondolom, hogy ezzel még nyerhetünk egy pár tizedet időben, illetve a csapatnak is meg kell találni, hogy az autó mire reagál, milyen beállításokra, hogyan reagál. Úgyhogy abszolút van még hova fejlődni, de én úgy gondolom, hogy maximálisan teljesíti a csapatom azt, amit egy ilyen helyzetben lehet várni, így külső szemmel is. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy abszolút megvan rá az esély, hogy akár bajnoki címet szerezzünk. Nehéz pálya jön, nehéz pálya lesz a következő, a Moszti pálya, aki a cseh ellenfeleimnek ugye hazai pálya. Úgyhogy ez mindenféleképpen most náluk van a lélektani előny, de nem erre gondolok, hanem arra, hogy minél jobb eredményt tudjak abszolválni. Örülök, hogy említetted a cseh ellenfeleket, ugyanis a hétvége legeredményesebb pilótája címet elnyerted Ausztriában. Ez enged meg, hogy még egyszer nagy szeretettel gratuláljunk. Nagyon szépen köszönöm. Több mint 25 ponttal vezeted a bajnokságot, és kérdésünk az lenne is, ez a záró gondolat, hogy szerinted ezt a formádat át tudod-e menteni a cseh versenyre? Mindenképpen ezen vagyok, nézek onboard videókat a pályáról, ismeretlenebb pálya, mentem már rajta a szabad edzésen, de versenyszituációban még nem tudtam rajta körözni, és még nincsen versenytapasztalatom erről a pályáról. Mindenféleképpen videókat elemzünk, és nézek bármennyi onboardot, amennyit tudok, illetve fejben készülünk fel, próbáljuk kitalálni itt a műhelyben, hogy mi lenne a legjobb beállítás az autóhoz. Én úgy gondolom, hogy ez a 26 pont, ha jól tudom, akkor ez elég lehet, hogy egy jó hétvégét zárjunk Csehországban. Hát Gábor, nagyon köszönjük neked ezt a beszélgetést. Igen, és hát, én köszönöm a lehetőséget. És hát természetesen nagyon-nagyon sok sikert kívánunk neked a következő versenyhez is. Nagyon szépen köszönöm. Minden jót neked, szervusz. Viszont hallásra, sziasztok. Kedves hallgatók, mi pedig akkor folytatjuk tovább itt a 99.2-n Debreceni Dáviddal. Hát én azt gondolom, hogy azért ez a cseh verseny, ez azért biztató jelekkel bír, nem, Dávid? Így van, azért ha valaki a Red Bull Ringről egy ilyen elismeréssel és ekkora formában megy át a Moszti pályára, hiába hazai pálya a cseh versenyzőknek, a cseh ellenfeleknek, azért szerintem Gábor tud borsot törni majd az óruk alá, szerintem nagyon-nagyon pozitív előjelek vannak. Legyen így, sok sikert kívánunk neki, és hát természetesen picit zenélünk, utána pedig folytatjuk tovább itt a Vörösmarty Rádióban. Maradjanak velünk a 99.2-n.